Szép reggelt. Már többször gondolkoztam azon, hogy beszélgessünk-e gyermekeinkről, gyermeknevelésről. És talán az egyik legkényesebb téma. Ugyanis minden szülő tudásának, képességének és érzéseinek megfelelően ahhoz képest a legjobban igyekszik a saját gyermekével foglalkozni, nevelni, és nyilván mindent megadni neki. Na hát ez a mindent megadni neki. Na ez ütött szöget a fejembe. Valóban-e akkor adunk-e meg mindent a gyermekünknek, ha megveszünk neki mindent? Mondom, nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy lehetőség szerint senkit ne bántsak meg, nyilvánvalóan elsődlegesen a környezetembe, másodlagosan az ismeretségi körömben, mert ugye amik az én számból elhangzanak, azt az emberek hajlamosak nagyon gyakran magukra venni. Hát ez volt már csomó videó utáni megkeresés, hogy hát én nem is így, meg nem, de hát én nem rólad beszéltem. Hát de azt mondtad a videóban, hogy általánosságban. Tehát most direkt előre bocsájtom, hogy bármi, ami elhangzik, és egyezés mutat veled, csupán a véletlen műve. Nyilvánvalóan mindenki viselkedése, cselekedetei, amit én láttam és tapasztaltam, járult hozzá azokhoz a gondolatokhoz, amik ilyenkor megszületnek a fejembe. Mindent megteszek a gyermekemért. Most persze nem fogunk belemenni ebbe a maszkot, fölteszek a gyerekre, meg nem teszek föl maszkot a gyerekre, mert ezt hagyjuk. De úgy összességében, mit teszünk meg a gyerekünkkel? Megveszünk neki a legújabb videójátékot. Meg a legújabb telefont. Hú, akkor tényleg mindent megtették. A legkomolyabb ruhát és cipőt. Hú, akkor megint mindent megtettél. A legegészségesebb műanyag kajákat, amit csak a boltba lehet kapni. Nem akarok nevén nevezni Nestlé termékeket. Meg egyéb dolgokat, ami nagyon könnyen tele van méreggel. De hát azt mondta a tévé, hogy ez nagyon egészséges. Akkor vedd meg a gyerekednek. Aztán, ha a gyereked egyszer majd nagyobb lesz, és így kitalálja, hogy világot lát, azon kívül nyilván nem tud pattintott kőből szerszámot készíteni, meg nem tud tüzet rakni, még akkor sem van nála öngyújtó, vagy gyufa. Nem fogja tapasztalatilag tudni, hogy mit tegyen, ha eltéved egy erdőbe. Nem tudom, tanítják-e még azt, hogy a déli oldalon nő ki a moha, meg ilyen madarságok. Visszagondoltam a saját gyerekkorunkra, amikor hát ránk, leszem ránk, nem tudom, hogy mi generációnkra mondták-e, hogy kulcsos gyerekek. Nyakadba akasztott a anyád a kulcsot, azt mennyi fiam, az focizál az udvaron, meg ezért. És eljártunk ugye a közeli dombra, ugye nagyobb bacska koromban már, ugye már biciklivel, utána már motorral. Mindig találkoztunk, akivel akartunk, pedig nem tudtuk egymást felhívni, akkor még nem volt telefon. Megéltük a tavaszt, az őszt, a nyarat és a telet. Hógolyóztunk, szandába fociztunk, és nagyjából mindig, hát nem ugyanabban a ruhában voltunk, mert volt ugye a játszós nadrág, meg stb. De nem volt verseny közöttünk, hogy kin milyen ruha vagy cipő van. Mindent megadsz a gyermekednek. Tudásod legjavát adod neki át, anyagi lehetőségeidhez mérten, amit csak bírsz, megvásárolsz, de nem tanítod meg élni. Ez az én érzésem. Arról nem is beszélve, hogy
belenevelsz egy csomó előítéletet, belenevelsz egy csomó vágyat, egy csomó hamis képzetet, hogy például ő akkor lesz valaki, ha ez lesz, vagy az lesz, vagy amaz lesz, nyilván ami a te álmod, amit te nem tudtál saját életedben megvalósítani, mert te mondjuk színésznő akartál lenni, vagy orvos, vagy ügyvéd, vagy vasutas, és akkor kivetíted a fiadra, vagy a lányodra, hogy majd akkor ő benne megvalósítod. Hát ezek mind nagyon-nagyon önző törekvések. Nagyon rossz irány, szerintem. Már az is el van tolva, hogy 14 éves korodban pályaválasztás, nem tudom, most már lehet, hogy nem úgy van, de még régen úgy volt, hogy 14 évesen el kellett dönteni, hogy hogy tanulsz tovább, és tulajdonképpen nagyjából egy ismerősöm sem abban az ágazatban helyezkedett el a későbbiekben, amit egyébként középiskolában tanult. De hát tanulj, Tino, ökör lesz belőled. Mindenre megtanít az iskola. De ha találsz egy galambot például, nem tudod, hogy mit csinálj vele, mert lövésed sincs, hogy hogy kell megetetni fecskendővel, meg mit adjál neki, meg semmi. Nem tanulsz meg. Most nem sorolom föl számos olyan dolgot, amire ha egyedül nekivágsz a világnak, mert néha eljön egy-egy ember életébe az, hogy most úgy elmennék valahova, de nincs rá pénzem. Hát én 4 euróval indultam világgá. Na mindegy. És most tanulom, nagyon sok dolgot tanulok most. Hát ugye itt tanultam meg főzni, mosni azt a kollégiumba, mondjuk úgy. Viszont nekem a szüleim nem nevelték belém az állatoktól való félelmet. Nem nevelték belém, hát azt a tévé nevelte belém, ezt a mindenből a legjobbat akarom, és akkor vagyok valaki, ha van pénzem. De a szüleim nem neveltek anyagiasnak, hál' Istennek. És most már abszolút jól el tudok engedni sok mindent. Még nem mindent. Hülye kávé, cigi, meg az ilyesmi. Ez a légy, ez nagyon komolyan, ez csak rám izél, tehát ragadj már fel arra a rohadt papír, a fene a pofádat. Bocsánat. Amikor, tehát ugye a gyermekek ösztönösen vonzódnak minden állathoz. Tehát még olyan tipegő, topogó gyereket, amelyik, jó, lehet, hogy valamelyiket már megijesztette valami kutya, vagy cica, vagy valami, és akkor esetleg attól fél, de onnantól kezdve, hogy a szülő rákiabál egy gyerekre, jaj, vigyázz, kutya! Hát, szegény gyerek, onnantól kezdve meglát egy kutyát, és be lesz szarva. De ösztönből minden gyerek így megy minden állathoz. Nyomorgatja, húzza fülét, farkát. Nem? Beszéltem már nektek korábban erről a rasszizmus dologról. Egy kisgyerek simán játszik egy másik kisgyerekkel bőrszintől. Nyilván akkor még nem létezik vallási, meg identitás tudatbeli, meg egyéb különbségtéte. De onnantól kezdve, hogy a szülő azt mondja neki, hogy ő ilyen, meg ő olyan, ő vele ne játsszál, meg ő vele ne beszélgessél, meg amúgy is, hogy néz ki az anyja. Beleneveljük a gyermekeinkbe az előítéletet, az állatoktól való félelmet, és egy csomó hülye, haszontalan, felesleges dolgot. Amikkel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat ártunk a gyermekeinknek. Ha? És ha megkérdezem tőled, hogy te, mint szülő, ugye mindent megtettél a gyermekedért? Igen. És utána beszélgetek a gyermekeddel, és megkérdezem tőle, hogy boldog ember vagy? Nem. Pedig mindent megtettek érted a szüleid. Csak nem tanítottak meg élni.
nem életben maradni, mert ugye az életben maradásnak az a tanult feltétele, hogy dolgozzál, vagy ügyeskedjél, vagy lopjál, vagy bármit csináljál, szerez pénzt, és pénzért mindent megvehetsz. Hát mindent. Csak boldogságot nem. Örömöt, a vágyaid kielégülését, valóban. Pénzért megvásárolhatod. A boldog életnek nem feltétele a pénz. Kimerem jelenteni. Ki is jelentem. Oké, tegnap vettem a kerékpáromra egy csomagtartót, mert könnyebbé teszem vele az életem. De már hónapok óta el volt törve, hát még a karantén előtt eltört. Az márciusban volt, most meg december van. Hát és ugyanúgy éltem, nem? Hát ugyanúgy el tudtam hozni mindent. Jó, most majd könnyebb lesz gázpalackot cserélni egy közeli településen, San Isidroba egyébként, ha valakit érdekel, de ezt kit érdekel. Tehát, de nem feltétele. És nem lettem boldog attól, hogy most már van kerékpár csomagtartom, csak könnyebbé vált az életem. Én nem mondom azt, hogy például gyerekekbe bele kell nevelni a vallásosságot. Viszont feltétlenül fontosnak érzem, hogy minden gyermekben meg kell erősíteni az önmagába vetett hitet. Egyre több tanulmány jelenik meg, hála Istennek, hogy nem a szidalmazással, hanem a jutalmazással lehet jól nevelni. Egyre többen ismerik föl annak a dolognak a értelmét és lényegét, hogy el kell felejteni a nemmel kezdődő mondatokat. Nem csak azért, mert például egy mantrázásnál, ugye erről is volt szó korábbi videókban, ha valaki mindig a nemmel kezdődő mondatot mondja, és próbálja vizualizálni például, hogy nem fáj a fogam, nem fáj a fogam, mivel az univerzum nem ismeri azt a szót, hogy nem. Ezért azt mantrázza, hogy fáj a fogam, és mocskosul fog fájni a foga, tapasztaltam. Ne azt mondd a gyermekednek, hogy mit ne csináljon, vagy mit nem szabad, hanem hogy hogyan lehetne jól. Ha! Tudom, elmondva ezek nagyon könnyűek, megvalósítani sokkal nehezebb. Meg kell próbálni. Mindig magunkban kell kezdeni minden változást, tehát először saját magunkat kell átszellemíteni. Én például ugye korábbi időkben nem vagyok képes erre, nem vagyok képes arra, nem vagyok képes amarra. Nem is voltam rá képes. Most már felmérem az igényeimet, felmérem a lehetőségeimet, és csak olyan dologgal foglalkozom, amiben úgy érzem és hiszem, hogy képes vagyok rá. Úgy éreztem és elhittem, hogy én képes vagyok a sivatagba építeni egy kis oázist. Az óceánhoz közel lehetőleg, mert nagyon szeretem az óceánt. Óceán is szeret engem. Mert azt kapsz, amit adsz. Megvalósítottam. Olyan dolgokat építek be az életembe a korábbi tudásból és a könyvekből vett információkból. Egyrészt, amivel tudok azonosulni, másrészt, amivel párosodik a hitem. És ezek mindig megvalósulnak. Tehát onnantól kezdve, hogy elhiszem, hogy nekem lesz, mit tudom én, még több állatom és még több növényem, egyrészt bevonzom, másrészt megteremtem. Nyilván az univerzum segítségével. Ha nem hinnék ezekben a dolgokban, nem lennék rá képes.
Ha gyermekednek megtanítod azt, hogy higgyen önmagába, és tiszteld a szabad akaratát, akkor, vagy tiszteled a szabad akaratát, akkor egy egészséges fejlődésen megy keresztül, kialakulnak benne ösztönösen olyan pozitív dolgok, tehát megtanulsz szeretettel viselkedni a környezetével szemben, környezetével. Megtanul toleráns lenni. Megtanul alázatos lenni. Na hát mindenre megtanítsuk a gyerekeinket, csak pont ezekre nem egyébként. Az alázatra. Én borzasztóan rossz iránynak érzem, hogy ennyire elhatalmasodott ez a telefonfüggőség. Továbbra is azt mondom, hogy igen, tudom, a csípek, meg a csupok, meg a praktikák. Ez a világ valamilyen formában már most úgy beteg, ahogy van. Mert nem normális az, hogy megyek az utcán, és minden gyerek megy neki az oszlopnak, esik hasra mindenben, annyira benne van a telefonjába, és annyira az egymás hülyeségeit nézve, egymás hülyeségeit próbálják túlszárnyalni. Butábbnál butább videókat töltenek fel egyébként az internetre. Elkeserítő. Az még elkeserítőbb, hogy mellette a szülő ugyanezt csinálja. Jönnek-mennek itt a turisták, négy tagú családból mind a négy a telefonját bánva, és úgy mennek előre. Mit láttál? Itt voltál Tenerifén Elmédánóban? És mit láttál? És megmutatja a telefonján, hogy ő mit látott. De valójában ő nem is látta, mert a telefonját bámulta, hogy kamerázzon. És utána avval töltötte az időt, hogy ezt feltöltse, megossza. Itt jártam, ott jártam, ezt tettem, azt tettem. Ezt vettem, azt vettem. És mire emlékszel az utazásból? Várja, mindjárt megnézem a telefonomon. Szuper. Megint valahogy eszembe jutott ez a, hát most nevezzük életmódtábornak, de hát nyilván nem az lenne, de még nem tudom, mi lesz, ha lesz egyáltalán. De én annyira szeretnék egy olyan dolgot megvalósítani, amikor telefon, meg internet, meg minden nélkül egy-két hét megmutatni az embereknek, milyen az a gondtalan élet. Hogy lehet megélni úgy az életet, hogy nem reszketsz állandóan a holnapon. Nem aggódsz mindig a holnap miatt. Hogyan neveled a gyermekedet? Mit lát a gyermeked tőled és rajtad? Feszült vagy, ideges vagy, sosincs időd? Türelmetlen vagy, betegeskedsz? Esetlegesen függőségeid vannak, dohányzás, alkohol, drog, vagy szenvedélyesen kajász, vagy játékfüggő vagy, vagy tévéfüggő vagy, vagy internetfüggő vagy, vagy Facebook függő vagy, vagy Instagram függő vagy, stb. Ezt látják a gyermekek, és a gyermek mindig valamilyen formában követendő példa. Én azon kívül, hogy nem lettem rendőr, mert apám rendőr volt. Ahol meg nem is szeretni. Na mindegy. De eltanultam a munka szeretetét, a növény szeretetét. Hát apám még 90 évesen, azt hiszem, esett le a körtefáról, vagy 89 évesen esett le a körtefáról. Tehát még akkor ő fára mászott körtéjé. És imádta az állatokat.
Anyukámtól megtanultam szépen beszélni, kínosan ügyelni a helyesírásra. Sok minden jót tanultam. Hát igen, anyukám nagyon dohányzott. Fú, nagyon. De végtelen hálás vagyok, mert volt rám idejük. Anyukámnak több, apukámnak kevesebb. A mostani gyerekekre mennyi időt szentelnek a szüleik, akik mindent megtesznek a gyermekeikért. Hiszen megvették a legújabb PlayStation-t, megvették a legújabb, mit tudom én mit. Ja, meg elvitték 2 hétre nyaralni valahová. De valóban együtt töltött idő, én nagyon szeretem, van ez a vidéken bénázók csoport, és ott van egy csomó, hú, hol járunk már? 21 óra van, még van idő. Ott látok olyan felvételeket, amikor a szülő a gyerekkel együtt mennek a tehenet fejni, vagy kapálni, vagy akármilyen kerti munkát végezni, állattartással, de együtt töltenek időt, és egymással, és ezek visszaadhatatlan és pótolhatatlan mulasztások, ha nem teszed meg. Ezek az idők, amiket te tévénézéssel töltesz a gyermeked mellett, aki szintén bámulja a televíziót, ezek nem együtt töltött idők. Ezek csak mind mi haszna időpocsékolások. Azok a sebek, azok a sérülések és azok az időhiányok, amiket te most elkövetsz gyermeked ellen és gyermekeddel szembe, mert nem élsz rá. Igen, mert dolgoznod kell, utána el kell mosogatni, ki kell mosni a gyerek ruháját, tehát mindenre van magyarázat. De tulajdonképpen saját magadnak generálod a rengeteg sok baromságot, mert csomó fölösleges dolgot veszel, és utána rengeteg időd és energiád megy el a csomó fölösleges dolog rendberakására és tisztántartására. Például, nem mondom, hogy ismerek olyat, aki minden nap vesz a gyerekének játékot. Minden nap. És már nem lehet elférni a rengeteg játéktól. Amik persze koszolódnak, stb. Most ebből mit tapasztal egy gyermek? Egy. Ha valamelyik nap nem kap játékot, azt rosszul éli meg. Anya már nem szeret? Nem vett nekem ma játékot? Pedig honnan tudod, hogy meddig tudsz venni minden nap hülye játékot? Arról nem beszélve, hogy egy gyereknek már ideje sincs játszani minden játékkal, mikor több száz van. Mert ha mindegyiket csak 3 percig megfogja, mondjuk 300 játéknál, ja hát lehet, hogy erre ment volna ki a játék, hogy a gyereket lekössék, tehát nem az együtt töltött idő, hanem itt a játék, játsszál avval, kisfiam, mert én most nem érek rá. Miért nem viszi el sétálni? Miért nem tölt vele tartalmasan időt? Miért nem tanítja meg szeretni az állatokat, a természetet? Mutatja meg neki például, hogy hogyan fejlődik egy növény. Most nem feltétlenül a sivatagban, itt most egy csomó kis új növény kialakult a múltkori nagy eső után. Minden nap rájuk csodálkozom, hogy ú, már akkora. Szóval, ami a legnagyobb hiány, mármint szerintem, hogy nem tanítjuk meg a gyerekeket, hogy lelki örömökhöz jussanak. Mindenre megtanítjuk, csak élni nem. Boldogan élni nem, helyesebben. Boldogan élni nem. Tehát életben maradni, igen. Szakmát adunk a kezébe. A legjobb iskolákba járatjuk,
pedig a legjobb iskolákból is kerülnek ki nagyon komoly bűnözők, és a leg, tehát konkrétan tudok olyat, hogy kisegítő iskolás, az én gyerekkoromban kisegítő iskolák hívták a gyógyósabbakat, és a Miskolci Egyetemen azt hiszem kettő. Na mindegy, szóval komoly végzettségekre tett szert. Hát nem emlékszem, hogy milyen szakon végzett. Na mindegy. De lényeg az, hogy én szerintem nem akkor teszünk meg mindent a gyermekeinkért, ha ellátjuk mindenféle fölösleges kaszattal, amit nyilván hetek, hónapok, esetleg egy-két év múlva így is ki kell dobni. Nem akkor vagyunk a jó szülők, amikor a 100 nadrág mellé megvesszük a 101-et is. Nem akkor vagyunk jó szülők, ha még jobban ellátjuk technikai eszközökkel a gyermekünket. Mert hát az kért karácsonyra. Karácsonyra vidd el a kékestetőre szánkózni. Mert arra nem emlékszem, hogy apukámtól mit kaptam 5-6-7 évesen karácsonyra. De arra emlékszem, hogy ketten mentünk le a szánkóval. Nem Síkfők úton voltunk, hanem Felső Tárkányban. Szánkópályán. És hogy csúsztunk le, és így bakkant egyet a hát ilyen ugrajtó. Én a szánkón maradtam, apukám lerepült. 5 éves lehettem. Na, erre emlékszem. De arra, hogy mit vett nekem karácsonyra, biztos vett valamit. Arra nem. Jó lenne, ha nem esnétek bele ugyanezekbe a hibákba. Ilyenkor csak gondolkodjatok el azon. Ti mire emlékeztek a gyerekkorotokból? De végre elkezdett fújni a szél. Hála a jó Istennek. Emlékszel-e arra, hogy miket kaptál, milyen ruhád, milyen cipőd volt? Jó, lehet, hogy egy-kettőre emlékszel, mit tevén, ha lett volna Hello Kitty-s pólóm. Mondjuk azt nem kell emlékezni, nem is volt még Hello Kitty, de arra biztos emlékezzek. Tehát ne ragadják ki dolgokat. Én most arra szeretnék célozni, hogy mire emlékszel. A szüleiddel együtt töltött időre és az élményekre, vagy azokra az anyagi javakra, amiket akkor kaptál. Aztán végül is végig gondolhatod nagyjából fölfelé az életedet. Milyen dolgokra emlékszel? Az általános iskola 8 évéből például. Talán emlékszel, hát nyilván szerintem emlékszel az első szerelmedre, az első csókra. Ja. Nyilván emlékszel minden olyan dologra, ami megérintette a lelkedet, és nyilván nem emlékszel semmi olyan dologra, ami nem érintette meg a lelkedet. A lelki örömök és a lelki bánatok összessége eredményezhet egy boldog felnőtt kort, egy egészséges felnőtt kort, egy kiegyensúlyozott felnőtt kort, és ha a lelked egészséges, megszólalt a rádió, vagy mi a nyomja, iskola rádió. Ha egészséges a lelked, akkor egészséges lesz a tested is. Nem hiszem, hogy akkor vagy jó szülő. És nyilván nem az én értékrendem szerint kell neked jó szülőnek lenni, a saját lelkiismereted szerint kell jó szülőnek lenni. De talán gondolkodjál el azon, mikor teszel többet, sokkal többet a gyermekedért. Ha megtanítod lelki örömök megszerzésére és megtapasztalására, illetőleg olyan élményekkel gazdagítod már most gyermekként, amire emlékezni fog 50 évesen is, vagy akkor vagy jó szülő, ha mindent megveszel a gyerekednek. Karácsonyra ez, az, amaz,
mindenhol golyózni. Vagy essél a szánkóról. Sziasztok!